A Nyíregyházi Társulat idén ünnepelte meg alapításának 35. évfordulóját, így ezek az eredmények különösen értékesek a színház számára, mondta el a teátrum ügyvezető igazgatója. Az adatok szerint a nézőszáma tavalyi 90 ezerről 93.500-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan a bérletekből is többet sikerült eladni, amiből összesen 19.429-et vásároltak a nézők. Sikerült 1181 bérlettel többet eladnunk, mint az előző évadban. Sikerült a bevételeinket mintegy 12%-kal megnövelni. Ezen belül kiemelném a bérletszünetes nagyszínpadi előadásainkat, ahol 97%-kal, tehát majdnem megdupláztuk a bevételeinket. Tehát ezek a számok. Szakmai szempontból pedig szintén csak azt tudom mondani, hogy ha ilyen nézőszámemelkedés, ilyen bevételemelkedés történt a színházban, azt kell, hogy jelentse, hogy a színház rajongók szeretik a színházat, és egyre többen gondolják úgy, hogy szívesen jönnének. A fenntartó önkormányzat nevében a polgármester arról beszélt, eredményes és sikeres évadon van túl a társulat, amelyről város szerte pozitív visszajelzések érkeznek. A szabadtéri színpad 1 milliárd forint értékű felújításáról szólva azt mondta, a munkálatok az idei szabadtéri program sorozat végén kezdődhetnek el, és a következő szezonra elkészülnek a rekonstrukcióval. Biztosított a háttér, jók az előadások, és tervezetten előre gondolkozva már a következő évad is összeállt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó működési forma, és hát a bérletek számának a növekedése egy újabb bizonyíték arra, hogy itt mennyire szeretik a nyíregyháziak a színházat. Az évad zárón több díjat is átadtak. A társulat által megszavazott idei Muric díjat Nagy Idai Gergő színművész vehette át, aki a szerepe kedvéért a Főfőnök című darabban még izlandi nyelven is megtanult néhány mondatot. A munka volt annyira erős, hogy egy kicsit jobban meg kellett küzdenem vele. És nekem is be kellett látni azt, hogy az egyéb dolgaim azok most háttérbe kell, hogy szoruljanak. Ez köszönhető a szerepeknek, amiket kaptam, köszönhető a rendezőknek, akikkel dolgoztam, köszönhető a maximális kollégáknak, akikkel dolgoztam, tehát elég strapás volt az évad. A következő évadban a nyíregyházi közönség többek között a Chicago című musicalt és egy Sherlock Holmesról szóló darabot is megtekinthet a Móricz Zsigmond Színházban.